Rudolf Andrássy Gyula születésének 200. évfordulója előtt tisztelegve ünnepélyes keretek között nyitották meg a volt magyar miniszterelnök és külügyminiszter életét bemutató kiállítást a Betléri Andrássy kastélyban. A család leszármazottja, a Spanyolországban élő Odescalchi Márk herceg a rendezvényen mondott beszédében hangsúlyozta, az Andrássy Gyula alapítvány célja, hogy népszerűsítse az andrássyak történelmi, kulturális és politikai örökségét, amit a kommunizmus éveiben kitöröltek a történelemkönyvekből. Ennek érdekében végzik 2018 óta az Andrássy család levéltárának digitalizálását, vagyis az 1290 és 1948 közötti évekből származó dokumentumokét, amelyek eredetileg a Krasznahorkai várban, a Betléri kastélyban és a család más birtokain voltak. Most nagyon boldog vagyok, hogy részt vettetek itt segíteni ezt a fontos 200 éves Andrássy Gyula ünnepen. Én vagyok az Andrássy Gyula Alapítvány elnök, és ez a családi magyar alapítvány, ami az édesapám alapított 2005-ben, és ő volt az Andrássy Gyula dédunoka. Az Andrássy Gyula szimbolikus párizsi felakasztására utaló In effigie címet viselő tárlat a 2016-ban Gyula bácsi levelei felirattal ellátott borítékban felfedezett 11 levélen keresztül nyújt betekintést a gróf életébe. Andrássy Gyula egy nagyon fontos személyiség az európai történelmek, tehát mindent, amit ő megérintett, vagy valamilyen szinten kötődik hozzá, de nagyon fontos tárgynak tartunk. Itt a múzeumban 11 levele került elő a levéltárban, ezeket a testvérének, a bátyának és az unokaöcsének címezte 1848 és 1890 között. Tehát ezeknek köszönhetően szépen ki lehet rajzolni az életútját, a forradalmi évektől egészen a haláláig. Gyulát jelképesen, távollétében elítélték és fel is akasztották, tehát halálra ítélték, és erre van egy latin kifejezés, ami úgy hangzik, hogy in effigie, és ez annyit jelent, hogy szimbolikusan. Tehát ez is egy szimbolikus elbeszélés arról, hogy ki volt Andrássy Gyula. Andrássy Gyula édesanyja Szapári Etelka kiállított könyvnaplóiból kiderül, hogy a párizsi emigrációban élő fiát 160 ezer aranyforinttal támogatta. A tárlatban helyet kaptak a grófot és családját ábrázoló, több esetben a Budapesti Nemzeti Múzeumból kikölcsönzött portrék és más személyes tárgyak is, de a gróf aranygyapjas rendjelét és a gyémántokkal díszített máltai lovagrend nagy keresztjét is megtekinthetik a látogatók. Nagy megtiszteltetés, hogy itt mi mutatjuk be Andrássy Gyula életét, életpályáját és sikereit, és persze hol máshol, hanem a Betléri Andrássy kastélyba, a bátya Manó kastélyába, ahol minden mai napig megmaradtak azok a tárgyak, melyek Andrássy Gyulát jelképezik. És igen, ez egy nagy évforduló, a 200. születésnapját ünnepelne ez éven, márciusban, bár nem tudjuk pontosan, hogy mikor született, de azt biztosan tudjuk, hogy március 3-án keresztelték Kassán, ugyanúgy, ahogy a testvérét, Manót is, és ezt a jegyzetet pedig egy naplóban találtuk meg, ez az Andrássy Manó ifjúkori naplója, és ez a műtárgy még nem volt bemutatva nyilvánosságnak. Az időszaki kiállítás szeptember 30-áig tekinthető meg a Betléri Andrássy kastélyban.